Mi ez a vulkán cápa egyébként? Ez... Fuck. Ez a közösségünk, ami eredetek Benyó Boytól ered. Csomó jó arc, hasonló érdeklődési körökkel, tartalomgyártók, haverok, barátságok, közösség, minden ilyen pozitív dolog, ami el tud adni a brandet. És ott lépett szintet a dolog szerintem, amikor Zek összedobta ezt a weboldalt nekünk. Ja, meg igen, a mémek, a kultúra, egyéb dolgok. Amikor Zek összedobta ezt a weboldalt, ahol egységesítve lett például a streamelés, mert elég sokan streamelünk a közösségből, és ilyen nagyon analóg módon volt mindig ez kitalálva, hogy ki mikor mit fog csinálni, itt pedig egy nagyon jó grafikus felületen látod, meg jobban el tudsz igazodni az információban. Aztán ugye ez kinőtte magát addig, hogy például már cikkeket is lehet írni. Ez is Benyónak a dolgaiból indult valami zenés... Az igen. zenés cikké voltak, ha minden igaz. És itt találtak új otthont, ugye. Utána... Sokan járnak bóla piacozni elég rendszeresen ugye a közösségben, és például azokról beszámolók ugye megtalálhatóak. És mellette azt a szintet is, hogy igaznak hangzó, hamis híreket kezdtünk egy gyártani for the laws, és ezek elég nagy számokat el szoktak érni, meg ugye elég jó ISDDD alapanyag, így a reggeli kávé mellé nevetés indítod a napot vagy valami. Azt a kurva én volt jöttem. Meg mit tudom, lehet már eladni is lehet a dolgokat, tehát hirdetések vannak, mint Waterál, meg Jófogáson. Meg egy ilyen 2000-es évekbeli ilyen retro, ilyen közösségi blog, vagy nem tudom milyen feelingje van. Úgy gondolom arra is akar hajazni az egész design meg megvalósítás. Játéktelen oldalt már kedvenc játékunk lejárta a fecsővé, mondja, igen, például játékleírások is, tesztek, hasznos infók szóval, röviden, nem csak szórakozás, hanem ismeretterjesztő dolgok is vannak. Meg lesz egy arrival, és régi cuccokkal feltölt a piacon talált PC-lemezek, stb. Meg akkor azt mindenképp van bosszú profilja, ja igen. Amit régen még ugye MySpace-en, meg volt nektek hotdog geretek? Vagy hotdog-e? Vagy hotdog? Vagy nem tudom mióta izé a oldalnak a címe. Tehát ilyen dolgokat képzeljetek el. Beállítod a kis hátteredet, a kis zenédet, a színeidet. És akkor felmész valakinek a profiljára, hogy ezek mind megjelennek. Wow! Haver nagyon jól tudott védelni. Ezt tapsot érdemel. De jó, egyébként az az egész dolog hogy indult? Ez a közösség. Tehát nem a mostani, mi van egy-két másfél éve, hanem úgy a régi időkben, mert őszintén bevallom, nekem a magyar YouTube az annyi volt, hogy Freddy D. meg valamennyire Wise Lord. Meg még ugye a Lacfit hallgattam még néha. Nekem ez a rész itt kimaradt, mint történelmem. Hát maga a Vulcan Cápa az egy IRL társaság volt. Például Miki is benne volt, meg Atrix, aki a Pokémon videókban volt benne. Meg hát Laci is például benne volt. Mert nem akartam magamra elnevezni, mert az olyan snasz. Végül is szerintem jó volt. Ez a Vulcan Cápa név nagyon, nem tudom, eladható. Meg kreatív. Jó, hát meg azért nehéz találni. Vulcan Cápa meg ugye a Mario Paint-ből jött és eredetileg képregény is lett volna. Olyanokat találtunk ki, mint Atom Gorilla meg Acél Pingvin. Lehetne valami spin-off, bármi, ilyen nevekkel. Ez egy remek ötlet, április 1-én, April's Full Joke, Vulcan Cápa legyen átnevezve például AC-Pingvinre.